hűvös elegancia és kimért profizmus és tiszteletet sugárzó megjelenés, ami ha tudom ki ő, ha nem, akkor is helyből bátortalanná tesz, vagy elbizonytalanít abba is, amiben biztos vagyok. Az első találkozásunk igazából ugyanúgy, mint a kis Istvánnak, nekem is a felvételén történt, csak azzal a különbséggel, hogy akkor már a kis István is ott volt a felvételén. Tulajdonképpen a kis Istvánnal együtt aztán még jobban el tudtak bizonytalanítani. Ennek lett a következménye, hogy nem is vettek föl, de aztán az élet meg úgy hozta, hogy ma pedig a kis Istvánnal kollégák vagyunk. Felvételi tulajdonképpen évekig nem sikerült, viszont a Tipóra sikerült. Így amit előtte volt egy virtuális találkozásom vele, hogy a nyomdaipari szakmunkás képzőbe Bolya István vetítette VHS-ről a Péternek egy óráját, és aztán utána ezt élőben is sikerült megkapnom tőle, és olyan dolgokat kapni tőle, amit addig senkitől, hogy betűkről tudott úgy beszélni, mint más emberekről, vagy olyan jelzőkkel tudott ellátni betűket, amit addig sosem gondoltam volna, hogy mondjuk egy ITC Garamond az mondjuk gay lenne. Ez valahogy ilyen döbbenetes hatással volt rám, hogy lehet ilyen jelzőkkel illetni a betűket, és ez egy egész más univerzumot nyitott föl. Tipográfus képző idején volt egy pályázat, egy intertipó pályázat Békés Csabán, aminek ő volt a zsűri elnöke. A tipós hallgatók is pályázhattak, és ott én kaptam egy díjat, aminek igazából nem is ez volt a jelentősége, hanem inkább az, hogy kitől kaptam. Itt a mellettem lévő hirdetés azért elég erőteljesen befolyásolta az én tanulmányaimat tulajdonképpen, mert talán egy nyomdaipari szaklapban találtam, és azonnal kivágtam. És részint az ilyen akkori 90-es évekbeli Macintos rajongásom jelent meg benne, részint pedig azt igazolta vissza, hogy miért is kell Macintost használni, és ez nagyon jó leső dolog volt. Érdekes volt ma megtalálni ezt a hirdetést. Ma ebben a formában, amiben elhangzik az, hogy igazán jó tipográfiát csak Macintossal lehet csinálni, ez ma már így nem igaz. Viszont a 90-es években ez abszolút helyén való volt, hiszen PostScript betűtípusokat nem lehetett Windows alatt használni, és ezáltal valóban azt a típusú igényességet, amit mondjuk a Péter lényéből sugárzott, és amit azt gondolom, hogy minden tanítványának át tudott adni, és meg is követelt, azt valóban a 90-es évek kezdetén valóban Macintoshon lehetett elérni. És nagyon örültem neki, hogy ezt most sikerült megtalálni, ezt a hirdetést, mert bárkitől kérdeztem, igazából nem nagyon sok minden, egyedül Macó Péter emlékezett rá. Utána sajnos már csak akkor találkoztunk legközelebb, amikor Péter hazajött Törökországból, és betegségében találkoztunk, ami megint egy fura dolog volt, mert most, amikor visszagondoltam rá, akkor arra jöttem rá, hogy én nem fogtam föl, hogy ő beteg, vagy hogy ő ennyire beteg, vagy hogy ő gyógyíthatatlanul beteg. Én egy náthás emberhez mentem látogatni, akit én úgy kezeltem, mint egy náthás ember, és lehet, hogy ez a típusú betegségről való nem tudomásul vétel is hozzájárult ahhoz, hogy az az ember, aki egyébként nagyon kevesekkel tegeződött, ő mondjuk felajánlotta a tegeződést, olyan jellegű beszélgetésünk lehetett, ami részemről egy teljesen szakmai jellegű és a betegséget igazából ignoráló beszélgetés volt. Ez lehet, hogy pusztán üdítő volt számára, hogy végre valaki nem a betegségéről faggatja, vagy nem arról beszél, hogy igen, Péter, van még remény, próbálj meg ne gondolni rá, hanem én pusztán, hogy erről nem is vettem tudomást, ez a magam ilyen szolid infantilizmusával, azt gondolván, hogy a,
akkor jelent meg a stílusgyakorlatok könyv, és ezen felbuzdulva gondoltam, hogy egy friss szerzeményemet megmutatom neki, egy német kiadású tipós könyv, ami a kvark beállításain keresztül magyarázott el mindent, és mindennek a megoldási lehetőségeit is bemutatta, és ezt vittem el neki, hogy mi lenne, ha ezt szakszerűen fordítaná le. Jó pofa volt, hogy igazából az első 3 oldalban már talált olyan dolgot, amivel nem értett egyet. Ott a betűk kategorizálásánál volt egy ilyen kis kifogása, és tehát, hogy abban a pillanatban rögtön abszolút értő, és nem egy ilyen felületes átlapozás volt, hanem valóban a struktúráját, a szerkezetét és a tartalmát azonnal végignézte. És tulajdonképpen szó volt arról, hogy lenne is kedve hozzá, de nem folytatódott aztán. Egy utolsó találkozásunk volt még, Évával eljöttek Esztergomba, a Kálvária dombra. Nagyon szép napsütötte délután volt, és akkor fölsétáltunk a Szent Tamás hegyre. Én akkor ugyanúgy ezzel a betegségtudatról nem igazán tudomást vevő emberként beszélgettem, és sétáltunk föl. Nagyon kellemes délután volt, amit fűszerezett azzal a típusú hihetetlen aprólékos és professzionális felkészültségével, hogy akár a Szent Tamás hegyi kápolnáról, akár Esztergomról, vagy egyáltalán az onnan látható kilátástól, vagy a bibliotékáról, mindenről volt valami kis apró félmondat, ami arról szólt, hogy igazából mindegyikről tudna akár egy órás előadást is tartani. Akkor erről jut eszembe, amikor mesélték róla, erről a végtelen aprólékosságról, hogy a Szépkönyv zsűriében évekig zsűrizett. Bármilyen gyönyörű szépkönyv született, mindig volt egy apró megjegyzés a könyvhöz, hogy szép, és valóban megérdemelten díjazzuk, de a 17. oldal 3. bekezdésének kifutó sorában van egy rossz elválasztás. Hogy úgy tudott végtelenül, aprólékosan, profin pillanatok alatt átlátni mindent, hogy döbbenet, és minden apró hibát azonnal észrevett. És ami nagyon szimpatikus volt, hogy nem is hagyta szó nélkült. Nem mondta azt, hogy hát igen, nem érdekes tulajdonképpen, hanem pontosan tudta, hogy ha az elhangzik, akkor az hát, ha már a következő könyvben nem lesz benne. Ha már jelzők, akkor ehhez a típusú távolságtartó és hideg megjelenéshez társult egy állandóan ott lévő kis mosoly, és egy állandóan ott lévő olyan precizitás, és tulajdonképpen az a típusú aggódás mindenkiben meg lehetett, hogy ha bármi hiba van benne, azt ő észreveszi. Tulajdonképpen joggal ugrott össze az embernek a gyomra, hogy vajon mit fog észrevenni, mégis ezt olyan kedvességgel és olyan végtelen természetességgel tudta elmondani, hogy rossz az, ami ott van, hogy az ember nem tudott rá haragudni, vagy nem tudott, vagy nem az merült föl benne, hogy na már megint mit vett észre, hanem valamilyen ilyen megnyugvás vagy könnyebbség töltötte az embert, hogy hú, most már tudom, most ez tök jó, mert akkor tudom, hogy mit kell javítani. Ez a félmosoly, ami mindig bármilyen mondatában ott volt, ez feloldott mindenféle ilyen típusú feszültséget. Nekem nagyon hiányzik. Amit a Garamondról is mondott, hogy olyan jelzőkkel ellátni egy betűt, vagy egy felületet, vagy kétdimenziós téri viszonyokra tulajdonképpen háromdimenziós jelzőket használni, ez azt hiszem, hogy meghatározta a szemléletmódomat, vagy hozzáállásomat is. És ezt próbálom tulajdonképpen továbbadni, hogy meg lehet személyesíteni ezeket a tereket, hogy ezek tudnak élni, hogy a betűnek vannak testrészei, hogy van, amelyik el van kenve, valamelyik feszül, valamelyik épp hogy csak megbújik,
valamelyik üvölt. Ezek ilyen nagyon megfoghatóvá tették azt, ami már a végképp virtuálissá vált. Tehát amíg mondjuk az ólombetűt meg lehetett fogni, és valóban annak volt súlya, de az magának a betűtörzsnek volt súlya, és nem a rajznak, vagy a formának. És amikor ezek a jelzők átkerülnek mondjuk a virtuálisan megjelenő kétdimenziós vagy pixeles világba, akkor egészen más íze és zamata lesz annak a megjelenésnek. Vagy így néz rá az ember, hogy itt terek vannak, utcák vannak, veteményes kert, aminek a még frissen elvetett magok gerebje sorokba vannak, és közte kell, hogy legyenek csatornák, ahonnan még eléri az ember a gerebjével a ágyásokat. Körbejárható legyen egy szöveg hasáb. Az igazából olyan, mint egy veteményes kert, vagy olyan, mint egy város, ahol házak vannak, terek vannak, belső udvarok vannak. Ezek a megszemélyesítések, ezek működnek akár egy-egy betűre is, de működnek szövegfoltokra, oldalpárokra, szürkefoltokra, és onnantól egész másként néz az ember egy oldalpárra, mint hogyha egy tájkép lenne, vagy mintha egy térkép lenne. Sokkal könnyebb mondjuk a kép és szöveg viszonyát úgy összehangolni, hogyha képként néz az ember a szövegre is, és az egész egy nagyon izgalmas játékká válik. Olyan mérföldkő mondjuk a tipográfia mestersége számítógéppel. Kézikönyvnek az Osiris kiadásban neveződött, de hogy már előtte is kézikönyvé vált, és emlékszem az első kiadást posztitokkal regiszteressé tettem, hogy könnyebb legyen megtalálni benne dolgokat. Annyira eszenciális információkat gyűjtött össze minden mellébeszélés nélkül, hogy gyakorlatilag mára megkerülhetetlenné vált példanélküli. Tehát ennyire sűrű, tömény, konkrétan arról szóló információt eddig senki nem tudott letenni az asztalra. Ez valami fantasztikus lett. És nem csak, hogy tudta, hogy kik a húzónevek, hanem ezekkel kapcsolatban is volt. Hogy nem véletlen, hogy ő meg tudott szervezni egy ATP konferenciát. Nem véletlen, hogy őt nemzetközi szinten jegyezték. Olyan, mint a Tótfalusi Kis Miklós, hogy a hazájában igazából nem nagyon tudtak vele mit kezdeni. A Hajman György bebizonyította, hogy a Janszon, a Tótfalusi Kis Miklós betűje a világon mindenütt azonnal úgy jelentek meg, hogy készült az impresszumokban, vagy a kolofonokban, hogy készült Janszon betűtípussal, melyet a magyar Tótfalusi Kis Miklós metszett. Ezt nálunk a mai napig nem sikerült elérni. Valahogy így tekintek én a Péterre is, mint aki valós időben, nemzetközi szinten jelenlévő szakember, aki tulajdonképpen, nem mondom azt, hogy itthon nem ismerték el, mert az, hogy különböző zsűrikbe hívták, tanszékvezető volt. Ettől függetlenül tulajdonképpen még az ő idejében megszűnt igazából a könyvszak. Az önálló tipográfus egyetemi végzettség, vagy az önálló könyvtervező egyetemi végzettség, az beleolvatta a grafikus végzettségbe. És ez nyilván meglehetősen bántotta őt, mert ő viszont tisztában volt a kortárs trendekkel, és azzal, hogy ezt nem leépíteni kéne, hanem éppen fejleszteni. Hogy egy ennyire kortárs tájékozottságú szakember és tanszékvezető és ember nagyon hiányzik ma is.